Jó estét kívánok, Önök a nézőteret, a Városi Televízió kulturális magazinját látják 2019. május 27-én. A mai adásban először Vasvirágíró olvasó találkozójára invitáljuk Önöket, majd Kisszabó Márta kiállításán veszünk részt. Végül egy rockabilly koncertről is láthatnak összefoglalót. Tartsanak velünk! Vasvirágíró olvasó találkozójára várták az érdeklődőket Gyöngyösön. Az író legújabb regényének megjelenése apropójából látogatott városunkba, a találkozón pedig mesélt életútjáról és munkásságáról. Vasvirágíró újságíró. 17 évesen publikált először, ekkor indult útjára Kis generáció című rovata a Képes újságban. A külkereskedelmi főiskolán és az ELTE bölcsészkarán végzett. Tanulmányai során nyert pályázatot riportjával, mely a magyar változásokat a nemzetközi sajtó szemszögéből mutatta be. Ennek köszönhetően kapott állásajánlatot több neves napi és heti laptól. 2009-ben írta meg első regényét. Édesapja az elektronikus sajtó jeles képviselője Vas István Zoltán. Ennek ellenére az írónő sokáig idegenkedett a média és a sajtó világától. Én sose vágytam a tévében, tehát az elektronikus sajtó, sem a rádió, sem a televízió, valamiért, ez nekem olyan, tehát nem volt elég egzotikus, mert minden, óvodástársaimnak is a testvér, vagy a szülei, vagy apuka, vagy anyuka benne volt a dobozban, meg hogy valahogy, én nem voltam egy nagyon szereplős kislány, úgyhogy sok minden forgott az én fejemben, hogy mi leszek, tehát annyira azért nem volt egyértelmű. És aztán, amikor megtanultam írni, ami nem ment könnyen, mert talán épp azért, mert akkoriban váltak a szüleim, vagy nem tudni miért, tényleg szó szerint én voltam az osztályban az utolsó gyerek, aki megtanult, vagy azért, mert akkoriban kísérletezték ki a szóképolvasást, ami egy akkor egy új módszer volt. Valamilyen rejtés okból nekem ez nem ment, és hát ez ráadásul a család az pedagógusokkal, tehát hogy teljes pánik volt, gyerek, hát ez nem akar meg. És mondta az én tanítónéni, hogy nem baj, tehát nem érne, hogy kezdve foglalkozni, ne legyen ez ügyes téma otthon. Mert hogy én egy ideig emlékszem, hogy még zuhanyzás közben is, hogy bepárásodott az üveg, vagy a tükör, ilyen szókép módszerek próbáltak ott tanítani, olvasni. Szóval nehezen indult, de aztán, amikor rájöttem, hogy én nagyon szerettem játszani, minden gyerek szeret, de én tényleg az a típusú egyke gyerek voltam, aki letettek egy sarokba, és így mesélt, és épített, és kitalált, és nem tudom én, és órákig el voltam. És ugye nekem ez az írás, meg az, hogy ilyen sormintákat kellett írni a munkafüzetbe, ez nekem egy ilyen értelmetlen dolog volt, de amikor rájöttem, hogy mi van emögött, és hogy tulajdonképpen is egy játék, és a lehető legklasszabb játék a világon, mert azt építek fel vele, mint a Legóból bármit, egy egész világot, akkor viszont annyira belejöttem, hogy elkezdtem mindent írni, hát átírtam a két lottit, az mondjuk már másodikban volt, tehát nem már tudtam. Tehát, hogy egy kicsit elégedetlen voltam a befejezésre, azt átírtam. Az írónő azt mondja, nagyon sokat köszönhet szüleinek, hiszen mindent megtettek, hogy ő megvalósíthassa álmait. Ugye azt szokták mondani, hogy a szülők két dolgot adhatnak a gyerekeiknek, gyökereket és szárnyakat. És hát engem például nagyon érdekelt a politika. És arra emlékszem, hogy Krudinál Kalajosnak a Panoráma című műsorában mindig láttam a fehér házi tudósításokat, és ott volt egy hölgy, ilyen nagyon belőtt frizurával, de hát akkor ez a menő volt, úgy nézett ki, mint a Charlie angyalaiban az angyalok, és ilyen elegánsan és nagyon határozottan oda ment mindig az amerikai elnök, az ugye akkor Carterhez, meg aztán Reaganhez, és föltette a kérdését, és ez nekem borzasztóan tetszett, és mondtam, hogy vagy ilyen riporternő leszek, vagy az Egyesült Államok elnöke. Mondták, jó. És, tehát, hogy ugye itt ültünk a vasfüggöny mögött, nyilván egyiknek sem volt nagy esélye, de hogy azért az nagyon-nagyon sokat segített nekem, hogy a szüleim azt mondták, hogy én bármi lehetek. Karrierje indulását egy pályázatnak köszönheti.
Ekkor került egy heti női magazin szerkesztőségébe, ahol először rovatvezető, majd főszerkesztő lett. Volt egy pályázat, ami tolmácsoltam, igen. Tehát, hogy a zsebpénzemet azt azzal kerestem, hogy tolmácsoltam, és lekéstem a szokásos, illetve nyelviskolában tanítottam, lekéstem a nyelvtanfolyamot, az jelentkezéseket, mindig nyár végén kellett szeptemberben induló tanfolyamokhoz egyeztetni, és mondták, hogy nem baj, van egy tolmács munka, csak hogy milyen dolgok a múlik az embernek a fontos életeseményei, milyen dolgok a múlnak. Elmentem egy svájci újságíró csapat, és megint ez olyan érdekes, hogy ugye én elindultam éppen külkereskedelmi főiskola, és hogy ugye ott voltak az újságíró szüleim, de a sors megint csak ott terelt, mert hogy jött egy újságíró csapat, és azon a héten, hogy ez az újságíró csapat itt volt, láttam két felhívást, és az egyik felhívás a Nőklapjába kerestek fiatal nyelveket beszélő külsős munkatársakat, a másik pedig a Magyar Nemzetnek volt a felhívása, hogy a riport műfaj, ami az egyik legmunkásabb újságírói műfaj, ez haldoklik, és azt szeretnék, már akkor haldoklom, tehát még mindig nem volt ki teljesen, de hát nagyon kevés a riport a mai magyar sajtóban már, és hogy azt felélesztendő keresnek, bárki számára nyitott pályázatot hirdettek, profi újságírók és teljesen amatőrök számára is riportot kellett írni. És ez az újságíró csoport, egy ilyen rendszerváltás utáni Magyarországon járunk, vagy idején vagyunk, és ők velük kellett, őket kísérgettem, akik egy kelet-európai ország a rendszerváltás után ugye ezt a témát járták körül a mindennapjait, és eljutottam olyan helyekre, ahol ugye itt élő magyarként nem nagyon jutottam volna el. Tényleg a bányászvárosoktól a rózsadombi milliómos, az éppen induló vállalkozó milliómos, aki nagyon érdekes volt így a saját hazámra ránézni egy nyugati újságíró szemével, és én leírtam az élményeimet, és akkor így bevillant ez a kis, hát akkoriban még ilyen nyomtatott hirdetések voltak, hogy ez tulajdonképpen milyen klassz, hogy mennyi minden. És olyan könnyedén tét nélkül írtam meg magamnak, de hogy akkor én ezt beküldöm erre a jelölés pályázatra, és ez azért utólag volt nagyon nagy szerencse, mert valóban legitimé tette mindenki, nyilván senkit nem érdekel az újságolvasókat, de ugye szakmabeliek számára, hogy nekem ez volt a belépőm, mert ezt megnyertem, ezt a riportpályázatot, nagyon profi újságírók előtt. És többek között az a második helyez, ez Cipiádes Erzsébet, aki egy nagyon remek tónú, mindenféle díjas újságíró, és akkoriban éppen a Nőklapjában volt. És ugye arra bizonyos felhívásra is beadtam a pályázatomat, hogy külsős nyelveket beszélő embereket keresnek, és a titkárnőnek tehát oda is pályáztam, és amikor akkoriban ez egy ügy volt, mert meg is jelent a Magyar Nemzetben ilyen nyomtatott szalag címmel, hogy Vasvirág a riportpályázat nyertese, ugye a Nőklapjának dicsőség volt, hogy az ő újságírói lett ott a második, de ki a fene lett ez a Vasvirág, és akkor a titkárnőnek beugrott, hogy mintha a sok boríték között ő látott volna, akik jelentkeztek, és nyilván soha többé nem került volna elő az én borítékom, ha nincs ez a pályázat, hogy ő látott egy ilyen nevet, mert azt ő megjegyezte olyan fura nép. És akkor így előhalázták, és oda is behívtak, és a Magyar Narancsics, ami akkor indult, fölhívott. A Nőklapjában viszont nagyon-nagyon-nagyon jó volt az, hogy mindenfajta műfajt megtanulhattam. Tényleg az a jó egy ilyen jellegű lapnál, hogy lehet írni riportot, interjút, és egyik napban mondjuk. Mert hogy egy napi lapnál betagozódik az ember, hogy vagy kulturális rovatban, kulturális csak arra a területre áll rá, vagy nem tudom, belpolitikai rovatban, közéleti hírekkel foglalkozik, tehát az nagyon önbeskatujázó az ember. Így meg mindenféle képességet meg lehetett tanulni, kipróbálni, és megtanulni jól a szakmát, tehát nagyon-nagyon klassz kolléganők között,
akiknek úgy tényleg presztízse volt, tehát nem csak azért, mert nagy nevek voltak, hanem mert láttam, hogy milyen jól csinálják, amit csinálnak. Az újságíráson túl 10 éve jelennek meg regényei, a legújabb az Örökké rövid története címet viseli. A könyvet a Kádár korszak egyik legsikeresebb manökenjének életútja ihlette, melyet beárnyékolt a történelem és a hidegháború. A regény bepillantást enged a 70-es, 80-as évek szocialista és nemzetközi divatvilágának titkaiba, Budapesttől New Yorkig. Formafantáziák. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Vahot Sándor Városi Könyvtárban. Az ünnepélyes megnyitón Molnár László festőművész mutatta be az érdeklődőknek Kisszabó Márta alkotásait. Nála is az anyag jelenti azt a matériát, amiben gondolatait, érzéseit megjeleníti. A Kisszabó Márta munkáit bemutató kiállítást Molnár László festőművész nyitotta meg. Kiemelte, hogy az agyagot már az őskorban ismerte és használta az ember. Az egyiptomiak már időszámításunk előtt 3000 körül korongon készítették edényeiket. Agyagból való készítményt jelent a kerámia. Az a nép, amelyik a cserépedényt készítette, nem volt hegyi lakó. Lapájon lakott, ahol a folyók elterpeszkednek, ahol sok a tócsa, de minden esetre a víz és a láb. A cserép anyaga az agyag, a nedves föld, a sár. Ott keletkezett az iszapos tájban, a lágy, alakítható talaj maga kínálta a benne rejlő lehetőséget arra, hogy megformálják. A mocsár az életnek az ős formája, amelyből a cserépedény kinőtt. Az első edények egyszínűek, sötét tónusúak. Bekarcolt egyenes vonalú vagy spirális díszítéssel az edények festése is korán elkezdődött. A görög vázák nem csak felbecsülhetetlen művészettörténeti dokumentumok, de ezek a kerámia termékek megőrizték a nagyobb részben elveszett nagy festészet szellemét is. Mitológiai jelenetek mellett a vázák megőrizték például a tenger mélyvilágának jellemző motívumait. Például kedvelt motívumunk volt a tintahal. Sokszor díszítik a vázákat ennek a tengeri kalóznak nevezett élőlénynek a figurájával. A festőművész elmondta, a többi mellett szép és jelentős alkotásnak tartja az aradi vértanúk tiszteletére készített munkáját. Hozzátette, a művészi kifejezésekkel gazdag alkotások az alkotóról is vallanak. A művész tevékenysége nem öncélú. A szépre, a nemesre hívja fel a figyelmet, és elgondolkoztat, közölni akar valamit. A művészi alkotások, legyen az festészet, irodalom, zenemű, szobrászat, vagy jelen esetben kerámiai alkotások, minden elmond az alkotóról. Elmondja, hogy milyen ember, mit gondol, mi az, ami megérinti őt az életbe, milyen érzéseket szeretne közölni. Ha úgy tetszik, az alkotó személyisége nyitott könyv lehet a nézőnek, a befogadónak. Teljes nyíltsággal és őszintén kell álljon az ember, emberek elé, mert ez feltétele az igaz alkotásnak. Ha nem őszinte, akkor művei elvesztik hatásukat, akkor jön létre a hazugság, amelyet a kics szóval szeretnék jelölni. Hiszen hiszem és vallom, hogy ezek az alkotások mély és őszinte szívből szólnak és születtek. Abban a reményben nyitom meg ezt a kiállítást, hogy a művek utat találnak az önök szívéhez. Legyen úgy. Kisszabó Márta munkáiban a matt és mázas anyagmegoldások váltogatják egymást. Az alkotásokban az egyediség is központi helyet foglal el.
A művész nyugdíjba vonulása óta tud több időt szentelni hobbiának. Elég régen foglalkozom vele. Nyilvánvaló, nem ez volt a fő profilom, tehát prózai foglalkozásaim voltak, és nyugdíjba vonulásom után tudtam több időt szentelni ennek. Úgyhogy azóta sokkal úgymond termékenyebb vagyok, és részt veszek különböző kiállításokon, pályázatokon, és hát dolgozom ezerre. Különböző anyagokból dolgozom, ami mind agyag, de különféle fajták, tehát azt jelenti, hogy vannak samótos, nagy százalékban samótot tartalmazó, 20% vagy akár 40%-os, van, amiben nincsen samót, hanem egy koronkész fazekas agyag, és azt munkálom meg. A többsége a munkáimnak épített kerámia, tehát nem korongozott, nem fazekasként dolgozom általában, hanem épített kerámiákat csinálnak, azért is ez a címe, hogy kerámia fantáziák, mert amit így kitalálok, próbálom megvalósítani, sok közül olyan, amit inkább festésre alkalmas lenne, könnyebb lenne kivitelezni festményen, bár festek is, de a kerámia az izgalmasabb számomra. A művész azt is elárulta, hogy honnan jött a keramikus szakma iránti szeretet. Valahol az emberben, nem mondom, hogy csak a gének, de valami van, ami arra fele irányít. A kézművesség mindenkinek valahol izgalmas, és én gyerekkoromban már érdeklődtem ez iránt. Csak úgy elvitt az élet, ugye keresni kell, dolgozni kell. Nem egy igazi olyan terület, ahol jól lehet élni, ha az ember nem kerül olyan pozícióba. Tehát más pályán voltam, informatika vagy ezt hasonlóban. És azért ez, mert ebben tudom magam igazán kifejezni, én úgy érzem. És azért kezdtem el festeni, és mert van a dolgok, amiket nem tudok kerámiába megvalósítani. Tehát abban nem tudom azokat a színeket, azokat az izgalmakat hozni. Tehát két külön terület, és mégis ugye a művészetek átjárhatóak. A kiállított domborművek is arról árulkodnak, hogy a művészt mindig foglalkoztatta a forma. Sokszor a mesefilmekből is merít ihletet az alkotáshoz. Tehát ha megnézek egy filmet, vagy például sokszor csak azért nézek rajzfilmet, amellett, hogy szeretem őket nézni, hogy írtó izgalmas figurákat találnak ki a rajzolók. És akkor lehet, hogy csak egy fejdísz az, ami esetleg inspirál, hogy megcsináljam az Amazont, vagy valamelyik másikat. Tehát ilyen jellegű dolgok visznek előbbre, és foglalkoztat, mindig foglalkoztat a forma. Mindig mindenben azt nézem. Mint ahogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy a felhőbe, a felnéző mindig arcokat vagy alakokat lát. Na én meg a formákat. Általában szeretem az íves, a nem túl szögletes, tehát itt a munkáimon is látszik, hogy alig van szögletes, általában ívesek a formáim, és körplasztikák többnyire. Kevés fali plasztikát készítek, plaketeket, ilyeneket, jellemzően ilyen körplasztikákat. Mi volt a legnagyobb kihívást igénylő munkája eddig, amire szívesen emlékszik vissza? Legnagyobb kihívás? Nehéz kérdés. Nem tudom, hát tulajdonképpen minden pályázat és minden évben az országos kiállításra való készülés, a megyeire, akár erre a kiállításra is készítettem néhány új munkát. Tehát ez mindig kihívás, és ha nincs konkrétan valami, akkor is foglalkoztathat. Például nem tematikusan van meghitetve egy kiállítás, akkor is foglalkoztat a dolog, hogy hát olyannal menjek, amit még nem vittem. Tehát ha valahol sikeres volt valamelyik munkám, én azt nem tesztelem még egyszer, én azt nem viszem újra. Mert azt valahol zsűrizték, elfogadták, jónak találták, újat csinálok, hogy azt is próbáljam. Tehát mindig ki akarom, szeretem a kihívást ilyen téren valószínű. Az, hogy mennyi idő alatt készül el egy ilyen kerámia tárgy, az attól is függ, hogy milyen az anyag és az alkalmazott technika. Vannak azonban olyan jellegű munkák is, amiket nyújtással, hengereléssel viszonylag gyorsan el lehet készíteni. Minden évben több kiállításon részt veszek, a Gyöngyösi műhelynek ugye 90-es évek óta tagja vagyok, és velük minden évben kiállítok. Volt, hogy együtt a Gyöngyösi műhely 60-ban Budapesten itt kiállítottunk, akkor is kiállítottam. Kiállítok 60-ban most már pár éve, hol Portré Biennale van, hogy hol Dijkheb Biennale, azokra is, például ott fönt, ami van az a plakett, ott középen, az a generáció Portré Biennale-n volt 60-ban. Vagy az országos tagja vagyok annak is, mint ahogy a Gyöngyösi műhelyből van, aki tagja, a Marica.
és oda is mindig nyár elején már is készülődünk, tehát az is egy újabb kiállítás, minél több pályázaton vettem részt, Muzsikál az erdőn vettem részt, tehát mindig vannak, tehát egy évben több közös kiállításon részt veszek. Egyéniben ritkában, mert hát elég sok melóval jár. A meseszerű mondanivaló mellett vallásos témákat is érint a művész, munkái csak részben nevezhetők funkcionális munkáknak, sokkal inkább gondolatokat, érzést, szellemiséget jelenítenek meg. A kiállítás június 5-éig tekinthető meg a Vahot Sándor Városi Könyvtárban. Gyöngyösen koncertezett a Nyughatatlan együttes. A zenekarra az 50-es évek zenei stílusa jellemző, Johnny Cash dalai és a rock'n'roll a meghatározó dalaikban. Most városunkba is elhozták a rockabilly életérzést. I was arrested on a Tuesday, like me the jail. On a Wednesday, my tie was arrested. On a Thursday, they said be the deal, and I didn't give a bell. Johnny Cash I Got Stripes című dalával kezdődött a Nyughatatlan zenekar koncertje. A formáció először koncertezett Gyöngyösön, és az 50-es évek stílusát hozta a közönségnek. A zenéjükben keverednek az autentikus rockabilly elemek a saját zenei világukkal, amit a zenekar alter country-ra keresztelt. A banda első körben Johnny Cash emlékét őrizte, az ötletből azonban az évek alatt kicsit több lett. 2006-ban jelent meg a Johnny Cash-ről szóló életrajzi film, a film ihlette a zenekar alapítását, és ezután döntöttem el, hogy Johnny Cash dalokat fogok énekelni és játszani, és valamikor 2010 körül, 2010 nyarán indult útjának a zenekar, idén 9 éves a csapat, de nem csak Johnny Cash emlékzenekar vagyunk, hanem saját dalokat is játszunk, most jelent meg a negyedik lemezünk, és felkerültünk még egy válogatás lemezre és egy osztrák, mert nagyon sokat járunk Ausztriába, járunk Németországba koncertezni, de voltunk már Olaszországban, Csehországban, Szlovákia, Franciaországban voltunk tavaly. Úgyhogy vegyesen játszunk Johnny Cash dalokat, saját dalokat és rockabilly feldolgozásokat. Mi foglalkoztat manapság egy rockabilly zenekart? Milyen témákkal foglalkoztok? Hát a dalainkban vegyesen foglalkozunk. Ugyanúgy, mint bármilyen más zenekar, szerelemmel, életútkereséssel, vagy az ivászattal, vagy az autókról, bármi. Ami feljön. Itt a zeneiség az, ami másabb a mai popzenétől, ez a rockabilly, illetve country alapokra íródott dalok különböztetik meg a mai popzenétől, és mi ezt képviseljük. A zenei felhozatalból nem hiányozhatott az egyik leghíresebb Johnny Cash dal, a Grammy díjas Jackson, amit az énekes rendszeresen feleségével közösen adott elő. Bár az első lemezre Johnny Cash legjobb szerzeményei kerültek fel, a zenekar itt nem állt meg, a második albumra már a saját szerzeményeiket is rögzítették, a harmadik albumon pedig már csak saját dalok szerepelnek. A dalokat a zenekar frontembere Kovács Kornél írja. Gyöngyösen is megszólaltak a zenekar saját szerzeményei, így például a Menni Amerika, az Ég veled, a Cigánydal és Alja is. Én magyarul jobban szeretek énekelni, már a saját dalok közül. A saját dalokat jobban szeretem magyarul, de hogy a Johnny Cash-ek azok így szólalnak meg jól angolul, valamint vannak olyan dalok, amik adják magukat, hogy angolul kell rá dalszöveget írni, mert olyan a stílusa meg a hangvétele, de vannak olyanok, amikre csak magyar illik. Szóval ezek már a dalok születésénél eldőlnek, hogy magyar vagy angol lesz. A frontember szerint a következő klip a negyedik album címadó dalából készül majd el. A következő klipünk az Elszökött a nyárról fog szólni, az Elszökött a nyár című dalhoz fog készülni. Az NK-nál nyertünk egy pályázatot, és ezen a pályázaton a videóklipre jelentkeztünk.
Úgyhogy ezt valamikor a nyár közepén fogjuk leforgatni. Tavaly íródott egyébként, az elszökött a nyár, ami rákerült a negyedik lemezre, egyben címadó dala is a lemeznek, úgyhogy ez lesz a következő klipes dal. Forgatókönyvét tudjátok már, hogy miről fog szólni a klip? Nem, erről még nem gondolkodtunk, már sok ilyen sztoris klip volt, de szerintem ez most egy ilyen image feelinges klip lesz, majd valahol a Balatonon ökörködünk egyet, és reméljük, hogy valami jó kisül belőle. A zenekar tervei között szerepel, hogy jövőre 10 állomásos hazai turnéra indul. Jövőre lesz 10 éves a zenekar, készülünk egy nagy turnéval, egy 10 állomásos belföldi turnéval, előzenekarokkal, egy ilyen nagy banzájt szeretnénk csapni, megünnepelni, hogy 10 év eltelt, és hogy eljutottunk idáig, mert büszkék vagyunk arra, hogy ennyi helyen megfordultunk, meg évente 50-60 koncertet adunk itthon és külföldön. Ez az a legtöbb és a legnagyobb, amire büszke lehet egy zenekar, hogy sokat koncertezik. A nézőteret a Városi Televízió kulturális magazinját látták 2019. május 27-én. Egy hét múlva ismét számítunk figyelmükre. Viszontlátásra!